A Garai János Gimnázium ebben az évben ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. Az iskola számos nagyszabású tervvel készül a jubileumi ünnepre, melyhez az Öreg Diák Szövetség is hozzájárul. Az egyik fontos tervünk egy iskolatörténeti kiállításnak a megvalósítása, amit szeptember 1-ével szeretnénk megvalósítani. Ez dr. Gesztesi Enikő tanárnő irányításával a honismereti szakkör tevékenységének körében folyik. Egykori relikviák, dolgozatok, tények, illetve hát egykori anyagok a 1895-96-tól egészen máig, tehát a mai utolsó éveket lezáró évkönyvig, vagy éppen a gimnázium utolsó agyalapjáig, tehát valamennyi korszakot és képzésformát is felölelő kiállításról van szó. És hát egy régi álmunk az, hogy egy tabló történet formájában, vagy tabló képek formájában megelevenítenénk az iskola 125 évét. Ez 14 tabló képet jelent majd, olyan 1 méter x 80 centis tablókról lesz, van szó, ahol iskolatörténettel indítunk, ezt követően az épületnek a változásait követjük nyomon a 125 év alatt, a képzéstípusokat mutatjuk be, hiszen olyan képzések is voltak, például szőlész, borász vagy egészségügyi képzések, amelyekről sokan talán már el is feledkeztek itt a gimnáziumban. Beszélünk az egykori tanárokról, legendás egykori tanárokról, egykori igazgatókról is, természetesen diákokról, egykori diákok gondolatait is szeretnénk közvetíteni, a város, Szekszárd és a megye és a gimnázium kapcsolatáról egészen napjainkig. Ezt a tabló sorozatot szeretnénk majd a jubileumi nagyünnepségünk keretében október 16-án átadni. Erre az ünnepségre valamennyi egykori és mai garaistát nagy szeretettel várnak az Alma Máterben. Ekkor mutatják majd be azt az antológiát, amely tartalmazza a gimnázium volt és jelenlegi tanulóinak művészeti tevékenységeit. Ebben találhatnak majd vers és prózai műveket többek között Lázár Ervintől, valamint képzőművészeti alkotásokat is tartalmaz majd a kiadvány. Ugyanígy szeretnénk majd, de ez a tanév végére várható, hiszen a jubileum éves eseményeit szeretnénk benne megjeleníteni egy évkönyvet. Az évkönyvhöz, illetve az évkönyv szerkesztés a pandémia alatt is folyt, jó néhány garaistának a gondolatait megkaptam már Levente Pétertől, Kóka Rozálián át, Gacsán Józsefen keresztül, egészen a magaraistáig. Ennek egy fontos része lesz, tehát két részből tervezzük. Az egyik rész valamennyi végzett garaista diákot tartalmazza, valamennyi tanárt, akik valaha itt tanítottak, intézményvezetőket természetesen. A másik részében pedig visszaemlékezéseket, egykori diákok visszaemlékezéseit, illetve a különböző képzés típusokra való testnevelés, tanítás, sport a Garaiban, énekkar a Garaiban, idegen nyelvek a Garaiban. Tehát ilyen kis történetek vagy részletek is lesznek ebben az évkönyvben, ezt várhatóan majd a tanév végén. Adjuk át a jelen garaija és a múlt garaija jegyében szervezzük az ünnepi műsort is, tehát meghívjuk az ünnepi műsorba az egykori garaistáinkat is. A művészeti tevékenységben ugye nálunk nagyon híres az egy óra belőlünk művészeti program, és ezt például egykori garaistákkal szeretnénk majd az év során megvalósítani. Természetesen gondoltunk arra is, hogy a különböző programokat úgy szervezzük majd, az eddigi garaista programokat, hogy abba az egykori garaistákat vonjuk be. Így például a kutatók éjszakájában garaista természet és humántudósok beszélnek majd a kutatásaikról, vagy a tehetségnapok novemberi program sorozataiban szintén egykori garaistákat hívtunk meg, és hát gyakorlatilag ezzel a sorozattal próbálnánk egy szellemiséget átadni a mai magaraistáinak is. Az igazgatónő elmondta, azért is jók ezek a találkozások, mert az egykori diákok nagy hatással vannak a jelenlegi tanulókra,
de talán ez visszafelé is igaz. Nagyon érdekes nálunk az, hogy amikor olyan 35 fölötti érettségi találkozók vannak, akkor a diákok is műsorral kedveskednek, és ahogy utána beszélgetek velük, ők elmondják, hogy milyen nagy hatással voltak rájuk az idősek, mert nyilván ők pedig szólnak hozzájuk, akár egy 50-60, de ugye volt már 70 éves érettségi találkozónk is, tehát azért ez meg, én úgy gondolom, megérinti a diákokat. Én úgy gondolom, a mai garaista is tud például szolgálni a régieknek, hiszen amikor ők ide visszajönnek, akkor ámulnak és bámulnak az infrastruktúrális fejlesztésekről, elismerően szólnak, tehát és nyilvánvaló a programokról, hiszen ezekről is beszélünk, akár csak a partnerkapcsolatokra gondolok, Erasmus lehetőségek, tehát ilyen széles körű lehetőségek akár 20 évvel ezelőtt sem voltak. Tehát, hogy én úgy gondolom, a ma diákja is tudnak példával szolgálni az egykoriaknak.